az előző rész tartalmából. Na hát üdvözlök mindenkit, csalókergetés következő részében. A nyereményjáték ismét él, aki részt szeretne benne venni. Nincs más feladata, mint kommentbe venni Empire-os felhasználó nevét leírni. Megint csavarunk egy picit a történeten, vásárlók leszünk, azt a 2600 V-t fogom elverni, természetesen előre fogok adni, aztán meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle, ismét Silver Clamon vagyok, na hadd szóljon. Hoho, itt lesz az első emberkém. Prodev koponya. 51.000, 200-300 V-t küldök neki. Át is utalom neki. Át is utaltam. A legegyszerűbben amúgy úgy lehet ilyen altot kimásolni, hogyha srácnak a nevét beírod, legalábbis egy részét, és kitabolod. Utána Ctrl-A, Ctrl-C, és akkor nem lesz elírás. Csak egy tipp, aki nem tudná. Jó kezdődik. Már le is mondta tőlem Tabon. Tehát neki már meg kellett volna kapnia. Játékból ugye fél perc az eltérés, mire frissít a rendszer. Nullát ír még mindig. Jaj. Nagyon bén a scammer. És le is lépett. Hát igen, nem baj, majd videó végén lebannolom. Na nézzük a következőt. Na itt is lesz a következő emberünk, nem más, mint Toásos Bab. V-t küldök neki, ő ad nekem 5 B-t, azaz billiót, játékbeli pénzt. Mik ezek a kihabolási mániák? Na, átküldte. Kösz. Nagy gazdag pali leszek már. Na, itt is lesz a következő ember, akivel megállapodtam. 51.199 talán, vagy 51.200, már nem is emlékszek rá, de ez a plusz-minusz egy spawner a kutyát nem érdekli. Falusi 300 V-ért. Na hát meg is kaptuk tőle. Na itt is lesz a következő emberkém. Na el is utalom neki a V-t. Na, megjött, és elvileg adja is. Na, akkor ezt is elég gyorsan lerendeztem. Na, akkor itt lesz a következő emberkénk, nem más, mint káposztásleves. Na, meg is jött neki a V. Ez is megvan. Na, itt is lesz a nagy emberünk. Megnézzük, hogy egyáltalán van-e neki spawnerje. Ahogy elnézem, van.
Na, meg is van. Meg is kaptuk. Na, és itt is lenne a következő emberünk, nem más, mint Habelenek 1-2-3. 300 V-t fogok neki küldeni. El is küldöm neki. Na, és kapom is tőle. Na, ez is megvan. Nos, és itt is lesz a következő emberünk. Hát igen, ismerős lehet a neve. Pláne, aki már egy ideje követi a csatornát. ...451.200-at fogadni, 450 V-ért, ami egész jó ár, amúgy. Na, meg is jött neki. És ígéret szerint meg is kaptuk a cuccot, azt a mindenit, micsoda nagy spawner mennyiségek vannak itt. 8 darab Megatron kulcsot fogok adni Zoli 0525-nek, és ezért 100 V-t fogok kapni. Huha, trade, ez nem az erőssége. Hát akkor várunk. Van még amúgy. Hú, szokás szerint jól alakul. Megnézheti persze. Hogy ne lenne jó. Kikérem magamat, Bence caddolta. Hogy ne lenne jó, Buksi. Tessék, mükszik. Na hát állítása szerint elutalta. És meg is jött. Kellett bele egy kis idő, de megkaptuk. Úristen, itt a következő vásárló. És nézzétek csak meg, milyen köpeny van rajta! Amúgy 76 V-t fog küldeni. Elég alacsony. Sőt, abszolút nem is éri meg. Nekem. De a videó kedvéért miért ne? Meg amúgy is adott kulcsok, tehát nem mindegy. Na, elvileg haver át is küldtem. Meg is jött, köszönjük neki, át is adjuk a kulcsot. Na, akkor most jött a Banhammer. Viszont, hogyha azt hiszitek, hogy én ennyivel beérem, nem. Eléggé egyértelmű, hogy ez egy kiskori volt amúgy. Ezért megnézzük. Hát igen, kedves Áfortek barátunk. Akkor van itt még egy ember, akivel vigyáznotok kell. Na hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, osszátok meg a videót. Hamarosan találkozunk. Ha kicsapjátok a 400 lájkot, azt megköszönöm, bár valójában az előző részre is úgy kicsaptátok az ezret, mint a rohadt élet. Köszönöm szépen innét mindenkinek a támogatást. Én Vedó voltam, na sziasztok!